Nem gyenge, ha vakertem magad üresbe, mert tronfosztásra készen állok, meg... Csak a bankot, na esküszöm, következő hónapban ragadom, esküszöm! Várj, ha ne is úgy jár, neked hoztuk, nem a bankot. A Fráter alakulat Miskolc egyik legnagyobb kiterjeszkedésű szervezete, élén a titokzatos, ismeretlen vezetőjükkel, kinek kilétére sosem derült fény. A szervezetet ez az ember tartotta össze. Sok évnyi, sikeres vezetés után egy furcsa esemény rázta fel az alakulat dolgozóit. Figyelem, rendkívüli hirdetés következik. Fráterseknek jó reggelt, a többieknek jó munkát. Befesztünk hajnal 4-kor speciálba. Ratyogjon ez a mix mindenkinek, aki szereti. Ébben fullott vár, burkítő izzó áll, száz egy tű. Rozsnyai Máté, nem hiszem el? Mindig csak szórakoztatni akarod a többieket. Tehát, visszatérve a tájra, intézményünk vezetőinek fontos, halaszhatatlan dolga akad, ezért az új ideiglenes új vezetőnk megválasztására a héten kerül sor. Köszönöm, a hirdetésnek vége. Ó, édes Istenem, mi lesz még itt, mit kell még megélnem? Na jó van, kezdjünk bele! Metronfosztásra készen állok, megjött a pártok, szét kenem a szátok, gyújtom a bigit rátok. Nem gyenge, ha vakertet magad üresbe, metronfosztásra készen állok, megjött a pártok, szét kenem a szátok, gyújtom a bigit rátok. És lefulladtunk, ember! Töljük meg! Nem gyenge, ha vakertet magad üresbe. Te most tolod, vagy húzod? Én tolom, ember, nem látod? Szóljátok már! Te ott előne pattogják? Jó, ember! Nem megyünk el Miskolcra, az biztos. De menj el gyalog! Indulj el! Te nem hiszem! Előbb is szólhattatok volna! Ember, reggel 8-ra ezek múlva egy pattan. Kedves egybegyűlteket! Én és a spanok mérjük ma föl a tudásukat, hogy biztos a legjobb jelölt legyen a nyertes. És most, Panem et Circenses! Induljon a próba! Akik csak melegedni jöttek, azoknak van egy rossz hírem. Jó, hírem! A beosztási táblázatokat a könyvtárban találják. Sok sikert önöknek! Főnök! Itt vannak a megoldások! Mindenfajta segítő eszköz, tilos a térkép is. Sok sikert kívánok! Carnage! Oh! Oh!
jump out the top. Ooh, wrist on my watch. Ooh, told her to stop. Hey, yeah, learn how to watch. Yeah, learn how to watch. Yeah, learn how to watch. Ooh, learn how to watch. Wham. Yeah, learn how to watch. Wham. Stacking my guap. Ooh, waiting to pop. Hey, rubbing the spot. Learn how to watch. Yeah, learn how to watch. Telefonon segítség, 15 másodperc. Kizár dolog, hogy ennyi idő alatt készen légy. Hát pedig tanár, hogy tetszik tudni, én hamarabb tanítok meg egy hintalagot zongorázni, mint egy hibázat. Nem hiszem. Olyan messze lesz a 100 ponttól az eredményed, mint Makó Jeruzsálemtől. Míg összegzik a gazdaságtudomány teszten elért pontokat, addig a versenyzők már a következő megmérettetésen vesznek részt, azok kivételével, akik sikertelenül teljesítettek. Már mindjárt egyfél, és mi még itt vagyunk! De hisz ez mind jó. Hát minden gratuláció mennek a fiatalembernek. De megfogyatkoztunk. Pedig kezdetben se voltunk túlságosan sokan. Magukban tényleg ennyi értelem szorult? Mit üldögélnek itt? A felmérés a tornateremben lesz, futólépés indul. De mindenki kért már? Halló! Engedjenek ki! Bezártam. Hiába kaptam meg az angyaloktól a következő teszt eredményét. Zoli bácsi egyszerűen túl kemény. Vagy várjál? Látom az arcokon, sok az energia. Akkor kezdjünk hozzá. A feladat egyszerű. Kövessétek a mester Laudico, Timmy Nélő. Én egyszerűen már nem hiszel, Zolikám. Nagyon beütöttem a lábam, és nagyon fáj. Gyere, fogd meg helyet, mindjárt rendészünk, jó? Timi néni, nem lehetne rátenni egy sebtapaszt? Persze, persze, hogyha megsérült, akkor mindenképpen teszünk rá egy sebtapaszt. Itt fáj? Igen. Jó, teszünk rá egy sebtapaszt neked. És a gyors gyógyulás miatt kapsz rá egy gyógypuszit is. Jó. Jó lesz, Zoli? Valamit nem lehetne rá rajzolni tűnél. Rajzolni? Igen. Hát, jó legyen. Akkor te nem tudsz ma tornázni, ugye, Zoli? Nem. Jó, hát akkor mindenképpen írok neked már rá egy felmentést. Jó lesz így? Jó. Oké. Köszönöm szépen!
Zoltán, kérem mondjál, mi a véleménye a mostani helyzetről? Tudja, kedves Mónika, néma gyereknek anyja se látja a fától az erdőt. Vagy valami ilyesmi. Hát ide 8 embert küldtek, és csak 7-en vannak itt. Tanár úr, sajnos a mai tesi órán nem fogok részt venni. De ne tessék csüggedni, Zoli bácsi, itt egy Kinder Pingvin. Kosárragadás, magasugrással befejezve. És honnan jött? Nem tudom. Kiküldöm az embereimet, hát ha holnap ők megtudnak valamit. Most ez komoly? Már egy órája várunk. Nekem is van jobb dolgom. Szerintem megint elaludt, pedig legutóbb metált állítottunk be neki csengőhangnak. Damian, szerinted ki fog végül nyerni? Mit tudom én. Na, sikeresen mindenki idejött időben. Milyen ez a szert? Mindenki más fel tudott öltözni normálisan. Mondtam, hogy öltözz át. Na, de most már kezdjük. Hárman maradtak. Abban a kettővel ki tudnánk egyezni. De megvan az, amelyikünkkel egyik se akar dolgozni. Miért nem választunk magunk közül? Mert abból csak veszekedés lenne. Mivel az emberem még nem tért vissza, és az utolsó próba... Ma lesz. Akkor inkább buktassuk meg ezt a... Zolikát. Zolikát. Maci, ezt rád bízhatom? Igen. Úristen, várjál már, elég halóban mindjárt jövök, mennem kell. Jaj, jó. Nagyon is mondom, küldi neked. Olvasd el, és jelesz, hogyha végeztél, de nagyon vigyázz, mert figyelnek. Jó. Foglaljon helyet. És kezdjük a vizsgát. Wie alt ist GVM? Micsoda? Quand Brandon szereti Liberi? Azt se tudom, mit jelent. Bírje van! Kole vidje album spivaka Manuela. De ezt nem meg se beszéltük. Ezt nem hiszem. Ezt nem hiszem el, ez lehet. A világban nem tudom ember. Be sem menjen, úgyis van elég pontod. Azt hiszed, hogy a babisús. Valóvétul. Tanárnő? És kezdjük a vizsgát. Wie alt ist GVM? 25. Kand
Brandon szereti Liberi. Zuzele, le mangé. Kolivízje album, szpivaka Manuela. Nézibára. Ezt nem hiszem el! Órák óta itt ülünk, nem jutunk egyről a kettőre. Erre senki sem képes. Itt valaminek lennie kell a háttérben. Talán mégis segít ez a boldognak. Azt hiszem végeztünk. Én már nem tudok mit kérdezni. Ti? Hát kollégina, én se tudok már mit kérdezni. Mindent. Mindent tudok, én erre válaszolt. Hát talán ők tetszik tudni. Veni, vidi, vici. De hiszen arra volt az ajtó. Kedves egybegyűltek, tisztelt közönség és a fanok! Szeretném megköszönni a belém vetett bizalmukat és az igazgatói posztra való pályázásom új bóli elfogadását. Hát igen, ő volt mi! És tudják, kedves kollégák, ezzel szerettem volna megnézni intézményünk stabilitását és rendjét. Hisz tudják, ez mindvégig csak egy blöff volt. A Fráter alakulat élére visszalépő vezető sikeresen irányított és koordinált továbbra is, ennek örömére még a fűtést is bekapcsolták. A csókolom, főnökasszony! Visszatértem! Miskolci intézményük tökéletesre vizsgázott. Zoltán, tudtam, hogy benned nem fogok csalódni. Ha továbbra is ilyen munkát végzel, te lehetsz cégünk vezérigazgatója. Még van egy kis idő szerintem. Nézzünk szét valahol. Rendben. Mit fogunk nézni? Szerintem valami jó öltönyt kéne nézni. Fú, ezek nagyon gizdák. Na jól van. Kis pénz, kis foci. Mindig a legjobb pacekot kell hozni. Na mindegy, ne is törődjetek fel. Na csumi.